60-nak összesen 7 testvérvárosa van. Először Nyugat-Európa felé nyitottak, majd átértek kelet irányába, elsősorban a Kárpát-medence városait megcélozva. Ma már nem csak Hollandiában, Finnországban, Olaszországban, hanem Törökországban, Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában és Kínában is van kapcsolat. Szinyei András alpolgármester a 60 TV Kommentár című műsorában kitért rá. A rendszerváltást követően akkori polgármesterként tovább képzéseken mutatták meg neki, milyen fontosak az ilyen kötelékek. Ez a tanulmányot kifejezetten azt a célt szolgálta, hogy a nyugat-európai felzárkozáshoz a 90-es évek hangulatában mi is uniós csatlakozáshoz kellően tudjunk felkészülni. A francia-német évszázados ellentéteket gyakorlatilag a testvérvárosi kapcsolatokkal próbálták, és sikeresen próbálták meg fellazítani és megenyhíteni, és tényleges barátságok kötődtek német és francia városok között. Hozzátette, ezek a kapcsolatok nem a városvezetés szintjéről indulnak, a legtöbb esetben civil kezdeményezés útján zajlik a megkeresés. Tavaly alsókörtvéssel kötöttek kapcsolatot, ott Lesznai Anna munkája és öröksége volt a kapocs, idén pedig Kína részéről Jingtan nyitott 60 felé. Mi ezt örömmel fogadtuk, kicsit ugye mosolyogva, hogy egy nagy 2 milliós kínai várossal egy 20 000-es város hogy kössön testvérvárosi szerződést, de kölcsönös mosolyjal elintéztük, hogy mindegy az, hogy kis város vagy nagy város, mind a két város vezetésének ugyanazok a gondjai, amikor a lakosságot kellőképpen ki kell szolgálni, és ebben tökéletesen egyet értettünk. Elmondta, ez az év fontos 60 részére, hiszen Maszlajszal 25 éves évfordulót ünnepelnek, Jarocsinnyal 20 éveset, jövőre pedig szintén 20 éves lesz a kézdivásárhelyi kapcsolat.